Hogyan hatott rátok, aténi férfiak? Bádói beszéde, nem tudom. Én bizony magam is kis hián beléjük feledkeztem, olyan meggyőzően beszéltek. Ám bár igazat úgy szóván semmit nem mondtak. Sok hazugságuk közül leginkább egyet csodáltam, azt, amelyben kijelentették, hogy óvakodnotok kell, nehogy rászedjelek, minthogy félelmes szónok vagyok. Nem szégyelték, hogy nyomban tettel cáfolok rájuk, minthogy egyáltalán nem mutatkozom félelmes szónoknak. Ez volt, gondolom, legnagyobb szégyentelenségük, ha csak nem azt nevezik ők félelmes szónoknak, aki igazat mond. Mert ha igen, akkor elismerem. Szónok vagyok, bár nem olyan, amilyennek ők elképzelik. Mert még mondom, ők alig mondtak valami igazat, vagy éppen semmit sem. Tőlem viszont a tiszta igazságot fogjátok hallani. De bizony Zeuszra, aténi férfiak, nem ékes szavú, szólamokkal és cifra kifejezésekkel földíszített beszédeket, mint amilyeneket amazok mondanak, hanem az éppen kínálkozó szavakból álló, keresetlen beszédet. Mert hiszem, hogy mind igaz, amit mondok, és senki közületek tőlem mást ne várjon. Mert hiszen nem is illenék, hogy így lépjek elétek. De éppen ezért kérve kérlek, ha azt hallanátok, hogy ugyanolyan szavakkal védekezem, mint amilyenekkel a piacon, a pénzváltók asztalainál, ahol sokatok hallgatott már engem, vagy máshogy szoktam beszélni. Ne csodálkozzatok, ne is zajongjatok miatta, mert így áll a dolog. Most állok először törvényszék előtt, és szörnyen idegen számomra az itt szokásos beszédmód. Így hát, mint ahogy a történetesen valóban idegen volnék, megengednétek, hogy azon a módon és azon a nyelven szóljak, amelyen nevelkedtem, éppen úgy most is azzal a jogos, legalábbis nekem jogosnak tetsző kéréssel fordulok hozzátok, hogy adjatok engedélyt saját beszédmodoromra. Köszönöm. Lehet, hogy ez így rosszabb lesz, de lehet, hogy jobb. Ám csak azt kell vizsgálnotok. Arra kell fordítanotok figyelmeteket, vajon igazat mondok-e, vagy nem. A bírónak ugyanis ez az erénye. A szónoké pedig az igazmondása.